lenni, és egy nagyon jó csapattal fogunk kiállni. Úgy érzem, hogy a versenyzők fel vannak készülve, jó magam is a baleset óta hamarabb összeszedtem magam, mint gondoltam, úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok. Hol lesznek az elődöntők? Az elődöntők Los Angelesben lesznek, és ezt követően Argentinában lesznek a döntők. Mik a kritériumai annak, hogy valaki eljusson Mendozába? Hát itt Magyarországon be kell férni ebbe a válogatottba, és szerintem ennyi a kritérium, aki föl tudja magát küzdeni oda, súlycsoportnak itt be tud férni, az megvan a lehetőség, hogy induljon. Neked volt egy komoly baleseted, most hogy érzed magadat? Nagyon jól érzem magamat, ahhoz a balesethez képest, ami volt, mert február volt nekem egy nagyon súlyos balesetem. Hál' Istennek, én ezt most már teljesen elfelejtettem. Jó Istennek köszönhetem, hogy teljesen mondhatom azt, hogy még jövőre talán jobb leszek, mint voltam. Milyen fázisban van most a felkészülésed? Hát a felkészülésem úgy érzem, hogy teljesen tökéletes, erre a versenyre készültem, földharcra, tehát ezekkel a technikákkal fogás, reggel csinálok egy kung fu edzést, délután csak egy thai box edzést, és amíg van időm és energiám, akkor a héten mindig beteszek még egy box edzést is. Mennyiben különbözik mondjuk egy kung fu felkészülés a thai kategóriától? A felkészülés meg a technikákban más, a kung fuba, tehát van földharc, amit mondtam, nem ringbe van, de végül is az ütések, rúgások, maga a harc, az maga, hogy az ember ezt átéli, a védések, a hárítások, a támadás az ugyanaz, csak ebben még bele kell tenni azt is, hogy az ember nem csak őt rúg, esetleg blokkol, hanem igenis fogás, dobás, vagy karfeszítés, lábfeszítés. A felkészülésed során mire fektettél nagyobb hangsúlyt? Hát főleg ez a földharcokra, mert abban nem voltam benne, és még egyszer mondom, hogy nem gondoltam volna azt, hogy ilyen jól is fog menni az ütés, rúgás. Úgy érzem, hogy a rúgás is jobban megy, hogy nagyon várom ezt a versenyt, és szeretnék nagyon bizonyítani. Éppen ezt szeretem volna kérdezni, milyen reményekkel mész a világbajnokságra? Mit jósolsz magadnak? Hát így egyek kiabálni nem szeretném, de szeretnék győzni a világbajnokságon, de hogyha nem is tudok győzni, ami tőlem telhető, azt minden meg fog tenni, hogy nyerjek. Kívánunk sok sikert! Köszönöm szépen! A kispad azt hiszem, hogy most nem minősít, hiszen a képernyőn a magyar kung fu bajnokai név szerint Kovács Géza, Kovacsek Zoltán, Bíró Gergely. Uraim, a pólótok elárulja, hogy hova készültek. Igen, a mostani 97-es világbajnokságra készülünk, amik az elődöntői, Moro Endre elmondta, Los Angelesbe és a döntői Mendozába lesznek Argentinába. Én azt tanácsolom, hogy mindenki néhány szóval foglalja össze, hogy jutott el odáig, ahol most tart. Hát...